Galaxisunk a tejút ütközési pályán van szomszédjával, az Andromédával. Bár az ütközésre körülbelül 4,5 milliárd év múlva kerül sor, a csillagászok régóta fogadásokat kötnek arra vonatkozóan, hogy a két csillagrendszer közül melyik éri túl a találkozást. Az Andromeda galaxis körülbelül 110 km per másodperc sebességgel közelíti meg a tejutat. 2012-ig nem lehetett tudni, hogy az ütközés valóban megtörténik-e, de a Hubble segítségével nyomon követtek néhány Andromédában található csillag mozgását pixel alatti pontossággal. Az Andromeda oldalirányú sebessége a tejúthoz képest jóval kisebb volt, mint a megközelítési sebesség, ezért várhatóan körülbelül 4,5 milliárd év múlva ütközni fog velünk. Az ilyen ütközések egyébként viszonylag gyakoriak, tekintettel a galaxisok hosszú élettartamára, mert az Andromeda a múltban legalább egy másik galaxissal és több törpegalaxissal ütközött, de a tejút is több mint 10 galaxis nyelt el az elmúlt 12 milliárd évben. Kutatások szerint az M33 galaxis, vagyis a helyi csoport harmadik legnagyobb és harmadik legfényesebb galaxisa szintén részt vesz ebben az eseményben. A legvalószínűbb sorsa, hogy a tejút és az Andromeda galaxis egyesülésének maradványa körül kering majd, és végül egy még távolabbi jövőben egyesül vele. Míg az Andromeda galaxis körülbelül 1 billió, a tejút pedig 300 milliárd csillagot tartalmaz, a közöttük levő hatalmas távolságok miatt akár két csillag ütközése is szinte valószínűtlen. Például a naphoz legközelebbi csillag a Proxima Centauri, amely még így is 4,2 fényévre található. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a napunk pingponglabda lenne, akkor a Proxima Centauri egy borsó körülbelül 1100 km-re tőle, a tejút pedig 30 millió kilométer széles lenne. Az ütközés galaxis termékét Milkoméda vagy Mildromeda becenévre keresztelték, amely a szimulációk szerint egy óriási elliptikus galaxisnak fog kinézni, de középpontja kisebb csillagsűrűséget mutat, mint a jelenlegi elliptikus galaxisok. Lehetséges azonban, hogy a kapott objektum egy nagy lencsés vagy szuper spirális galaxis lesz, a tejútban és az Andromédában maradt gáz mennyiségétől függően. A jelenlegi számítások alapján 50%-os esélyt jósolnak arra, hogy egy egyesült galaxisban a naprendszerünk háromszor távolabb kerül a galaktikus magtól, és 12% esélyt arra, hogy a naprendszer valamikor az ütközés során kilöködik az új galaxisból. Mire a két galaxis összeütközik, a Föld felszíne már túlságosan felforrósodik ahhoz, hogy folyékony víz létezzen, és ezzel véget is fog érni rajta az élet. Ez becslések szerint körülbelül 3,7 milliárd év múlva következik be, a nap fokozatosan növekvő fényerejének köszönhetően. A következő videóban találkozunk, sziasztok!